Kedves nézők talán emlékeznek rá, hogy a múlt héten egy kis összeállítást láthattak magyar és kínai szobrász művészek alkotásaiból, pontosan az azokból rendezett kiállításról. Nos, folytatása is van természetesen ennek a nagyszerű magyar-kínai kapcsolatnak, hiszen a Magyar-Kínai Befektető Szövetségnek egyéves születésnapja volt. Ott készültek a következő felvételek. Az utóbbi esztendőkben a magyar-kínai gazdasági és kulturális kapcsolatok évről évre, hogy szaknyelven mondjam, évről évre egyre jobban fejlődtek. Azt hiszem, hogy itt a Magyar-Kínai Újbefektetők Szövetségénél ezt szinte minden nap lehet érezni, és ezt azért is mondom, mert akár kulturális rendezvényről van szó, akár gazdaságiról, akár egy születésnapiról, mindig-mindig szóba kerülnek a magyar-kínai kapcsolatok. Szóval az elmúlt években, évtizedben hogyan látjátok ti a fejlődést? Hát ezt egy éve, tavaly végül is májusban alakítuk meg a szövetség, megegyeztek a cégbíróság. És ezt egy éve belül nagyon sokat dolgoztunk, csoportunk, és a befektető hoztuk a Kínába, és befektetnek a Esztergomba, és a csát alakítottunk, másik, hogy a csomó befektetőt programot szerveztük a Magyarországon, a HIPA-val is, még a Soroson dolgoztunk a Kínai Kereskedelmi-Minisztérium Európai Központot, és akkor hát sok magyar projekt szeretnék kivinni a Kínába, és már voltunk is júniusban 3 hetet, és több előadás voltunk Kínába, az a projekt bemutatás, és ez nekünk ez a folyamat, ez jövőd is, ez tovább életrem, ez fogok tovább dolgozni. Azt szokták mondani, hogy Kína részére Magyarország, illetőleg Közép-Európa szinte a kapuja annak, aminek a következő állomása az Európai Unió. Gondolom a kínaiak is így gondolják, hogy ez egyfajta gócpont. Igen. Mert a Kínában is, Magyarországon Kínában nagyon fontos, közép- és keleti Európában. Egyik a legfontosabb ország Kínában szerint. Mm-hmm. És a Kínában is támogatja a kínainak, és a Kínában is egy öv, egy út, ez az első szerződés, és Magyarországon szerződött. És azt jelenti, hogy a kínai befektető itt, ez a irány ide kell indulni. Úgyhogy mi is ezért dolgoztunk. Meg a másik, hogy Magyarországon is kereti nyitás, és éppen kell onnan befektetők, úgyhogy mi ezzel dolgozunk, ezzel foglalkozunk is. Keleti nyitás, mi jut erről eszedbe? A két ország kormánya lehetővé tette azt, hogy ne csak állami politikai szinten, hanem a mindennapi üzleti, társadalmi és emberi kapcsolatok vonatkozásában közelebb kerüljen Kína és Magyarország egymáshoz. Közelebb került az elmúlt években? Én úgy gondolom, igen, hiszen rengeteg új kínai jön, tehát nagyon sokan jönnek, viszonylag kevesebben mennek el, és az emberi kapcsolatok ezek a mindennapokban is épülnek, tehát nem csak az üzleti világban, hanem a mindennapi társalgásban, kultúrában, baráti kapcsolatokban. Júniusban voltam kint Kínában, egy kéthetes körúton, ahol egy delegációt vittem magammal, a vállalkozók, befektetők, érdeklődők vettek részt rajta, és kint sikerült két megállapodást is kötni magyar vállalkozások és kínai befektetők között. És egy olyan eleme is van a dolognak, ahol még csak érdeklődés szintjén, de olyan léptékű beruházásról, vásárlásról van szó, ami egy magyar vállalkozás számára sorsdöntő lehet. Az a fajta érdeklődés kínaiak részéről, a kínai vezetők részéről, amit most tapasztalunk, ez még eddig nem volt. Olyan módon
érdeklődnek irántunk, olyan módon inspirálják a helyi vezetőket, a tartományi vezetőket arra, hogy a közép-európai régiót val kapcsolatban építsenek ki minél szorosabb együttműködést, és ennek az egyik nagyon fontos eleme Magyarország. Tehát nagyon fontos az, hogy minden területen legyen fejlődés, de például a turizmus területén, a közép-európai és kínai együttműködésben Magyarország a kiemelt partner.